Köszöntök mindenkit, sziasztok! Aki még nem csodálta meg a balatoni jégvilágot, annak mindenképpen érdemes sietnie. Ugyanis bár holnap még téli időben lesz részünk, pláne hogy éjszaka még havaszhat is, csütörtökön szó szerint berobban a tavasz. Az országos napi melegrekord is megdőlhet, amit Kaposvár tart, ott 1918-ban 17 fokot mértek. Majd aztán pénteken újból visszatér a tél, hideg sarkvidéki eredetű légtömeg árasztja el hazánkat, tehát igazi hőmérsékleti hullám vasutazásban lesz részünk a következő napokban. Most tőlünk délre egy sekély ciklon vonul el, melynek egyre inkább a hátoldalára kerülünk, így északi és áramlással hidegebb levegő érkezik fölénk, majd aztán ennek a nyugat-európai ciklonnak az előoldalán, a hét közepén enyhe léghullámok érkeznek, és ez a légtömeg bizony szubtrópusi eredetű lesz, tehát ennek lesz majd az köszönhető, hogy kifejezetten enyhe, tavaszias időben lesz majd részünk. Az előttünk álló esti órákban délfelől tovább növekszik, vastagszik a felhőzet, nagyjából az ország déli harmadán, illetve felén számíthatunk csapadékhullásra. A kezdeti esőt egyre inkább havas eső, valamint havazás váltja fel, majd aztán az éjszaka második felétől kezdődően észak felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, reggelre a legtöbb helyen kiderül az ég, illetve a déli tájakon is megszűnik a csapadék. Az ország döntő részén inkább csak gyenge fagy valószínű, viszont a Dunántúl nyugati szélcsendes vidékein, valamint az északkeleti tájakon -6-7 fok közelébe csökkenhet a hőmérséklet. A nyugati szél több helyen lesz majd élénk. És most ejtsünk néhány szót a hóvastagságról és a várható hóvastagságról. Elmondható, hogy általában lepel 3 cm-es friss hóréteg kialakulása valószínű, viszont ez alól kivételt jelent Baranya, valamint kiváltképp a Mecsek térsége, ott több centiméteres vizes tapadó hóréteg is összegyűlhet. Aztán holnap napközben tehát csökken a felhőzet, sőt napos idő várható, esetleg itt a délnyugati részeken kezdetben még lehetnek réteg felhős ködös tájak, majd aztán ott is javulnak a látási viszonyok, kisüt a nap. Délután nyugat felől előbb fátyol felhők érkeznek fölénk, majd aztán az Észak-Dunántúlra vastagabb felhők is besodródhatnak, de ezekből csapadék nem valószínű. Döntően 3 és 5 fok közé melegszik fel a levegő kora délutánra. És holnap az északi tájakon már nem csak élénk lökések kísérik majd a nyugati szelet, hanem már bizony erős széllökések is előfordulhatnak, sőt a magasabban fekvő helyeken viharos széllökések is lehetnek. Aztán a folytatásban gyakran lesz felhős, csapadékos időjárásunk, és egyre inkább enyhül az idő. Jól látható módon csütörtökre enyhül meg leginkább az idő, akkor többnyire 10 és 17 fok közé emelkedik a hőmérséklet, tehát ahogyan említettem, megdőlhet az aznapra vonatkozó napi országos melegrekord, és több helyen számíthatunk majd esőre, záporra. Egyébként olyannyira lesz enyhe az idő, hogy éjszaka nem is kell számítani fagyra, majd aztán pénteken már újból hidegebb léghullámok érkeznek, gyakorlatilag visszatér az időjárás a normális kerékvágásba, és az esőt egyre inkább havas eső, havazás váltja fel. Én ezzel megköszönöm figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és kövessetek bennünket legközelebb is. Sziasztok!